Magyar Nemzeti Bank értéktár programjának köszönhetően került a Szépművészeti Múzeum régi képtárába Giovanni Battista Pittoni Szent József halálát ábrázoló festménye. A festmény az egykori Bedő gyűjteményből származik, annak egyik legbecsesebb, legismertebb darabja. A festmény alkotója Giovanni Battista Pittoni, a 18. századi velencei festészet egyik legjelesebb művésze. Több mint 240 festménye ismert, és a források további 120 festményről emlékeznek meg, amely elveszett, lappang, elpusztult az évszázadok során. Óriási az életmű, nagyon sokféle műfajban volt jártas, oltárképektől kezdve kisméretű kabinetképekig nagyon sokféle típusú festmény mestereként ismerjük. Nemzetközi hírnévre tett szert, ami annak is köszönhető, hogy a Velencébe utazó műgyűjtők, mecénások felfedezték az ő művészetét. Érdemes megemlíteni közülük Johann Matthias von der Schulenburg marsalt, aki egy nagy felfedezője volt a velencei Settecento festészetnek, és mintegy 9 festményt vásárolt Pittonitól. De Pittoni képei elkerültek Lengyelországba, Bajorországba, 5. Fülöp spanyol király is rendelt meg tőle képeket. A korai művészete még a késő barokkhoz kapcsolódik, később azonban érett művein a rokokó ízlésvilága határozza meg a stílusát. Ezt a képét a monográfus a késői időszakba sorolja, datálja, és az 1750-es évekre helyezi. A kép témája Szent József halála, pont a 18. századi itáliai festészetben az egyik legnépszerűbb témának számított. Pittoni korának, a velencei 18. századi festészetnek egyik legkiválóbb koloristája volt. Például megfigyelhető az előtérben térdeplő angyal bal vállán, ahogy a fény kiemeli ezt a részletet, és ellentétet alkot a szárnyal, ami meg teljes sötétségbe burkolózik. És számos kis ilyen fényárnyék ellentéttel, illetve színreflexel eleveníti meg az ábrázolást. Különös jelentősége van ennek a rendkívül dinamikus, virtuóz ecset járásnak, ami az ő műveire jellemző. Művészetének szinte védjegyei a kicsit mesterkélt, de vonzó, kecses alakok, amelyek ezen a képen is megfigyelhetők, és ahelyett, hogy a téma drámai tartalmát ábrázolná, sokkal inkább egy bensőséges, kicsit ájtatos, hangulatú, atmoszférájú ábrázolást teremtett belőle. Egyébként ezt a témát nagyon sok kompozíciós változatban, méretben dolgozta fel. A festmény majd a régi képtár újjárendezett 18. századi állandó kiállításán lesz látható.